Kritikus a helyzet Ausztriában, és ebben most már semmiféle túlzás nincsen. Egyes kórházakban közel vannak ahhoz, hogy választaniuk kell az orvosoknak, hogy melyik beteg életét próbálják megmenteni. Mára megdőlt a fertőzési rekord, csak nem 14.500 teszt lett pozitív, ilyenre a járvány kezdete óta nem volt példa. Hétfő óta életben van Ausztriában az oltatlanok karanténja, ezt ellenőrzik is a rendőrök, de akár a teljes éjszakai kijárási tilalom is jöhet. A szokásos arcukat mutatják napközben Salzburg sétáló utcái. A járók elők jönnek-mennek, a vendéglátóhelyek bejáratánál tábla hirdeti, hogy csak az oltottak és a betegségből felgyógyultak léphetnek be. Ezt leszámítva szinte semmi sem utal változásra Mozart szülővárosában azóta, hogy hétfőn életbe lépett a nem védettekre vonatkozó kijárási korlátozás. A salzburgi kórházak falai között azonban kritikus a helyzet. Az intenzív osztályok ágyainak több mint 60%-án koronavírusos betegeket ápolnak. Ráadásul a járványhelyzet tovább romlik. Szerdára ismét minden korábbinál több új fertőzöttet azonosítottak. Több intézményben is úgy látják, hogy a helyzet lassan lehetetlenné teszi a betegellátást. Mivel a számok drámaian növekednek, figyelmeztettem a politikai vezetőket a veszélyre, és jeleztem, hogy valószínűleg nem fogjuk tudni ellátni a kórházi kezelésre szoruló betegeket, mondta a salzburgi tartományi klinika vezetője. Az egyetemi kórház intenzív osztályának vezetője pedig egyenesen úgy nyilatkozott, hogy hamarosan szükség lehet az úgynevezett triás rendszer alkalmazására, amikor rangsorolni kell a betegeket állapotuk súlyossága és gyógyulási esélyeik alapján. Az osztrák rendőrsége közben országszerte szúrópróbaszerűen ellenőrzi az emberek védettségi igazolását. Igyekszünk minél több embert megállítani, de hogy kit ellenőrzünk, az csak az életre nem múlik. Lehetetlen mindenkit mindenhol ellenőrizni, de a törvényt be kell tartani, mondja a bécsi rendőrség szóvivője. Ausztria rendkívül szigorú járványügyi intézkedést léptetett életbe hétfőn. Azoknak, akik nem oltatták be magukat, karanténba kellett vonulniuk, és csak munkába, vásárolni, illetve oktatási intézménybe mehetnek. Az intézkedés 10 napig, november 24-ig marad érvényben. A korlátozással az emberek közötti kontaktusok számának csökkentését akarják elérni, és azt, hogy többen oltassák be magukat. Az intézkedésnek már is van foganatja. Egyre többen döntenek úgy, hogy felveszik a koronavírus elleni oltást. Bécsben a Városháza előtti téren lévő karácsonyi vásár mellett oltópontot rendeztek be, ahol hétfő óta tömött sorokban állnak az emberek az oltásért. A leginkább fertőzött Salzburg és Felső Ausztria tartomány egészségügyi szakemberei szerint azonban a jelenlegi intézkedések már nem elegendőek a járvány megfékezésére. Az osztrák egészségügyi miniszter is teljes éjszakai kijárási tilalmat javasolt a kormánynak, amely mindenkire vonatkozna. A kabinet azonban még egyeztet a tartományokkal, így várhatóan csak pénteken döntenek a további szigorításokról.